Kis László esperes plébános a Szent Mise kezdetén emlékeztetett, András atyának immár leteltek a gyakorlati hónapjai a pasztoráció időszaka. Nem kívánok neki mást, de a Jóisten kegyelmét és segítségét, és egyben szeretném megköszönni azt a szolgálatot, amelyet itt évizen végzett. Hiszen a hitoktatástól egészen az idősekkel való foglalkozásig mindenben része volt, belekóstolt a pasztorációnak a örömeiben és a nehézségeiben is, és én azt kérem tőle, hogy a Jóisten áldása legyen rajta, hogy tudjon imádkozni a Zsoltárossal, hogy mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak. Hozzátette, András atyának azt kívánja, azt a jót, amit a Jóisten elkezdett benne, tegye teljessé, és azt kérte tőle, amikor majd Szent Misét mutat be, vagy imádkozik, ne feledkezzen el a hívízi hívekről sem. Az emberfia nagyon sokszor előzetik, nem fogadják be, nincsen szállása, elutasítják, és mindaz, aki követni akarja Jézust, annak szemben kell azzal néznie, hogy lehetséges, hogy elutasítják. Nem biztos, hogy mindig be fogják fogadni. Nem biztos, hogy mindig meg lesz az, amire szüksége van. Nem biztos, hogy lesz élelem. Nem biztos, hogy fog vizet kapni, hogy a szomjúságát oltsa. Nagyon sokszor, ahogyan az emberfiát, úgy azokat is, akik követik az emberfiát, Jézus Krisztust, elolvasítják és kivetik. Készen állunk-e erre? Vagyis arra, hogy őszinte szívvel mondjuk Jézusnak, követlek, bárhová mégy, folytatta a káplán szent beszédében, majd azt mondta, gyakran a csendes imádság vagy az életünk tanúságtétele közben fogam meg az Istentől jövő gondolat. Mokos János kiemelte, keresni kell azokat a helyeket, ahol befogadják az evangéliumot, és el kell vinni azt mindenkihez. Add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent itthaidhoz. A Szentmise fő celebránsa Solymos András hamarosan búcsút int hévíznek, hiszen Rómában folytatja tanulmányait. Kedves testvérek, hálás köszönet! Elsősorban Jóisten kegyelméért, hogy engem a kispapság 6 évében és életem összesen 36 évében megtartott eddig a pillanatig, utána pedig minden hévízinek és környékbelinek a szeretetteljes imáiért, amik szintén megtartottak. Köszönetet mondok továbbá Esperes úrnak atyai szeretettel való gondoskodásáért ebben az utóbbi egy évben. Solymos András a Szentmise végén új misés áldásban részesítette a híveket, amely teljes búcsúval jár.